Sziasztok, én Zondrik is, itt is ennek egy újabb Minecraftos videóban, amiben pedig egy érdekes szobát akarok nektek bemutatni, ami pedig nem más, mint egy titkos szoba, és ezt kialakítottam egy ilyen kis hegybeépített házikót, ami szerintem nem lett annyira rossz kinézetű. Direkt kicsit ilyen hobbi stílusúra építettem. Bemegyünk a házba. Láthatjátok, hogy minden tök normális, amint egy ilyen átlagos faházban lennénk. Csak ugye most ebben a házban nem építettem hálószobát, meg ilyeneket, láthatjátok, hogy itt nincsen semmi. Ezt a házat csak azért építettem meg, hogy a titkos szobának legyen egy ilyen kis lobbia is. Na de hol is van ez a titkos szoba? Itt vajon? Hát, végülis lehet ez is titkos szoba, de én nem erre gondoltam. Oké, de akkor honnan nyílik a titkos kamra? Hát az nem innen nyílik. Neki jövök. Ugyanis a titkos kamrát úgy kell kinyitni, hogy itt ezt a kardot el kell forgatni teljesen fölfele. És ugyanez ajtón bemegyünk, akkor már egy teljesen másik szobába megyünk be, ahol pedig van egy gyémántszet, illetve egy csomó kincs egy gyémántkarddal együtt, úgyhogy itt a barátaitok elől sok mindent el tudtok rejteni, például egy diaszettet, de sok más dolgot is, akár egy enchanting table-t is. Úgy itt van a szoba, és a kardot újból elforgatom ugye eredeti pozíciójába vissza. Akkor pedig újra csak a konyhában leszünk. Ebben a szobában az a jó, hogy ez nem kell semmilyen command blokkot megépítsétek, továbbá bűvész mutatványként is be tudjátok ezt mutatni a barátaitoknak, hogy nézzétek, itt egy kamra. Azt elforgatom, akkor pedig már egy kincses tárolóban leszünk itt. Vagyis nem kincses tároló, hanem kincset őrző szobában, na mindegy. Na de hogy is működik ez a rendszer? Valakinek már biztos leesett, ezeket most kiütöm. Úgy működik, hogy itt van egy könyves polc, hogy a pisztolyok letolják felülről és meg alulról is a könyves polcokat, és ezt eltekerem, akkor pedig itt leereszkednek, és itt pedig följönnek. És a könyves polcban az a jó, hogy a felső textúrája az teljesen olyan, mintha egy plank lenne itt, látjátok? Felülről nem is látni a különbséget, csak innen oldalról. Ha pedig ezt újra eltekerem, akkor pedig ezek a pisztonok csukódnak be, és ezek kinyílnak, és akkor pedig ebbe a szobába lesz bejáratunk. Látványos, és a rendszer pedig végtelenül egyszerű, úgyhogy vágjunk is bele az építkezésbe. Először is keresünk a házhoz egy alkalmas helyet, ami pedig egy hegyoldalban van. Én nem mentem túlságosan messze, itt van ez a ház, és én ide fogok most építkezni. Az a lényeg, hogy itt legyen egy hitbox széles hely, és ide már fel is húzhatjátok a fenyőkerítést. Ide pedig a fenyőkaput, és emögé még beássunk. Ide a kaphoz tegyünk gravelt, ugyanis az jól néz ki. Hoppá, ezt nem akartam kiütni. Vissza a helyére, itt ezt füvezzük be. Itt oldalt szerintem szebb, hogyha kő helyett dört van. És már el is kezdhetjük a házat, ide kell három blokk fatörzs. Ide is. Majd fölé keresztbe egy rúd. Ide pedig dört, az jól néz ki. Erre két torcs. Ide is jöhet még dirt. Ide gravel. Itt pedig oldalt kezdjük el tölgydeszkából megépíteni a falat. Üreget hagyjatok ki ablaknak. Itt pedig az ajtónak. Kívülre pedig én raknék vázát, ugyanis ez jól néz ki, és persze bele virágot. Vegyünk elő bármilyen blokkot, húzunk fel egy falat, majd ezekre tegyünk fenyőkapokat. És akkor így a házak a teteje jól fog kinézni. Na, mi házikunk az így néz neki kívülről, úgyhogy rá is térhetünk a belsejére. Egy 7x7-es alapterületet kell kiásnunk. Ez itt már 7 most, hosszában is. A padlót azt építsük meg fenyődeszkából. A plafont magasítsuk még két blokkal.
plafonon tölgydeszkából húzzunk fel egy keretet. Majd ezután a két szélén még egy sort. Még itt is. A maradék részen pedig nyírfa féldeszkából töltsük ki a plafont. A falat építsük meg végig tölgydeszkából. A szoba négy sarkába helyezünk tölgyfatörzset. Majd ezeknek a szélére fenyőlépcsőt helyezzünk, de úgy, hogy itt normális állapotban, itt pedig fejjel lefelé. Majd ezen az oldalon is. Itt már nem kell, csak ezeken a részeken. Szeretem, hogy egy szoba jó fényes, úgyhogy minden egyes falra tegyünk középre egy torcsot. Helyezzük le az ajtókat. Innen fog nyílni majd a titkosszoba. Onnan nyílni fog a titkosszoba, oda tegyünk szobanövényt. Itt igazából ti döntitek el, hogy mi legyen, akár lehet itt egy szoba, de én inkább egy armor standet rakok ide. Ugyanis ez sokkal jobban passzol, hogy ide teszek két keretet, és ezekre pedig vaskardot. Így. Ebbe a szobába építsetek azt, amit akartok, és itt lesz majd a titkos szoba. A titkos szoba az akkora területet áshattok ki, amennyit akartok, én most ide 4x8 blokk alapterületet fog kiásni. Szerintem a legegyszerűbb az, hogyha már most lehelyezzük a sticky pistonokat, amit úgy kell, hogy itt van a bejárat ebben a síkban, és akkor erre a részre, és erre a részre kell nekünk elhelyezni a pisztonokat. A padlón, illetve a tetőn is. Ugye ezzel csak az a baj, hogy két blokknál magasabb szobát nem lehet építeni a pisztonok miatt, ugyanis akkor nem érne össze a könyves polc. Épp ezért gondoltam, hogy ide max csak egy kis konyhát vagy valamilyen kis kamrát lehetne építeni. Fontos, hogy mivel a könyves polcnak ugyanaz a felső textúrája, mint a tölgyfának, épp ezért sötét fából már nem építkezhettek, hanem ide is tölgyfából kell. Tehát akkor itt is a padlót azt építsük meg tölgyfadeszkából. A falat azt már olyan blokkból építhetitek meg, amilyenből akarjátok, én ezt úgy fogom megcsinálni, hogy ide is tölgyfadeszkát alkalmazok. És erre a végére, és erre a végére pedig sima tölgyfát teszek. Itt is végig tölgyfa. Itt is fatörzs kell. És itt is megint deszka. A plafont pedig egyértelműen csak tölgyfadeszkával építhetitek meg. Én úgy tervezem, hogy a szobának ezen a részén lesz a titkos kincsetőrző hely, és itt lesz majd a konyha. A pisztonokra helyezzük le a könyves polcokat. S látjátok, a könyves polcok teljesen beleolvadnak a deszkába, ezért kell tölgyfadeszkát alkalmazni. Na én most itt errefele kiások, és meg kell keresnünk a pisztonokat. Itt is vannak. Kössük be a pisztonokat repeaterrel, majd pedig redstone kővel, majdnem azt mondtam, hogy redstone kővel, na, redstone-nal. Ezt megismételhetjük itt is.
És úgy, hogy amíg itt deaktiválva vannak a pisztonok, itt aktiválva vannak, tehát ide teszünk egy blokkot ez a pisztonhoz, ezt bekötjük, ide kell egy redstone fákja, és ezek már be is lesznek kapcsolva. Ásatunk fölfele is. Úgy itt ugyanazt kell csinálni, mint az előbb, tehát itt ezt bekötjük. És akkor már teljesen el lesz rejtve ez a szobánk itt. Most pedig már csak annyi a dolgunk, hogy az alsó és a felső redstone-t összekötjük. Nagy már a felső és az alsó dugattyúk egybe lettek kötve. Most kell megcsinálni azt, hogy a kart forgatásával jelet adjunk a pisztonoknak, amit úgy kell, hogy itt básunk egy kicsit. Emögé a kard mögé tegyünk komparátort, szerintem el is ásatunk a másik rendszerig. Meg is találtuk, itt van. Szóval a komparátor után helyezünk le 8 darab redstone-t. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És 8 darab után tegyünk el egy repeatert, és ezt kössük így bele ebbe a rendszerbe. Akinek az egész nem lenne értető, annak most elmagyarázom. Az a lényeg, hogy a képkeretbe teszek egy tárgyat, és amíg egy komparátort, akkor ez egy jelet fog kiadni. Azonban, ha ezt most egyel elforgatom, akkor redstone jel már 2 csíkig fog elmenni. Ha ezt megint elforgatom, akkor már 3 csíkig fog elmenni a redstone, és ezt teljesen föltekerem, akkor fog 8 blokkig elmenni, és akkor már láthatjátok, hogy föl is kapcsol a lámpa. És eltekerem, akkor megint minimálisan van. És itt ennél a pontnál a legerősebb a redstone jel, és ezért csinálom azt, hogy ha teljesen föl van tekerve a kard, akkor fog csak bekapcsolni a piszton, és akkor fog kinyílni a titkosszoba. Nyilván, ha pedig be akarjátok zárni a titkosszobát, akkor megint tekertek egyet rajta, és akkor megint minimálisan lesz a jel, és a piszton az pedig nem fog kapni élet. Ugyanezt csináltuk itt is, egy komparátor, 8 blokk redstone jel, és utána csak egy repeater, és utána van egybekötve ezzel a pisztonos rendszerrel. Ezt itt be is fedhetjük. És akkor szerintem teszünk is le a mi kis szobácskánkat, ugye itt van a konyhai rész, ami nincsen rendesen berendezve. Ha ezt pedig föltekerem maximálisra, akkor pedig kinyílik a mi titkos szobánk, amiben most nincsen semmi, úgyhogy teljesen értéktelen. Ha pedig ezt újra megtekerem, akkor pedig vissza eredeti pozíciójába. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy azon a részem, ahol a könyves polc van, a fölé ne tegyetek se kemencét, semmit sem, ugyanis akkor nem fog tudni becsukódni az ajtó. A titkos sádába pedig majd tegyetek valamilyen értéket, mert ebben most nincsen semmi. Hoppá, mégis. És hát igazából ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót. Abban az esetben, hogyha tetszett nektek ez a titkos szoba, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy mindig értesítést kapjatok, hogyha új videót teszek föl. Szóval ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!